Néhány fegyvert is megmutattak a tatai rendőrök a gyerekeknek, aki szerette volna, attól új lenyomatot is vettek a helyszínen. A kapitányság munkatársai a szakmát igyekeztek bemutatni a tanulóknak. 3 éves, és utána a tisztként helyezkedhet el bármelyik rendőrkapitányságon. Nem csak a rendőrségen jártak ma csoportok a Vaszari iskolából, voltak, akik a Kristály Hotelt látogatták meg. A vendéglátás egy művészet. Az általános iskolák tanulói országszerte a továbbtanulással és a pályaválasztással foglalkoztak ezen a napon. Tanítási időben olyan programokat szerveztek az intézmények, amikkel a diákok döntését igyekeztek megkönnyíteni. Felső tagozaton már egy kicsit célirányosabban történik. Igaz, még 5-6. Évfolyamon nem annyira célirányos a dolog, de 7.-8. évfolyamon már célirányosan visszük a diákokat. 7. évfolyamon először tájékoztatjuk a diákokat a továbbtanulás lehetőségeiről, az iskola típusokat ismertetjük meg velük, aki gimnáziumba szándékozik továbbtanulni. Volt vaszaris diákok számolnak be a gimnáziumi évekről. Akit a kommunikációs és a média területe érdekelt, az most a tatai televízió kulisszái mögé is bepillanthatott. Az osztályt két csoportra osztottuk, a fiúkat például itt a tévénél jobban érdekelték a műszaki dolgok, minket pedig az, hogy hogyan készítenek interjút vagy riportot. Még nem döntöttem el biztosan, hogy mi szeretnék lenni, ha nagy leszek, de tágas az érdeklődési köröm. Eddig is kicsit foglalkoztatott engem ez a média dolog, és ugye, hogy adódott ez a lehetőség, hogy a pályaorientációs napon kicsit körülnézünk, hogy milyen is ez a médiai foglalkozás. Kicsit biztosabb lettem, hogy én igenis a humán szakon szeretnék majd tovább tanulni a gimnáziumban, tehát egy kicsit erősödött bennem, hogy én igenis a riportadással, vagy a televízióban, a műsorvezetéssel szeretnék majd foglalkozni a későbbiekben. A legtöbb középfokú intézményben is nyílt napokkal igyekeznek segíteni a diákok döntését ebben az időszakban. A tanulóknak december 8-áig kell benyújtani jelentkezésüket a központi írásbeli felvételi vizsgára.